Sziasztok, itt vagyunk az orvosok következő részébe, és hát nem tudom, hogy itt most mi történik egyébként, miért nem megy el WC-re. Ő nyugodtan alszik, ő meg minden baja van már, éhes. Na jó, volt, nincs semmi kaja? Hú, ott meg jó sokat kakilt az a macsek. Ezek szerint lehet, hogy nincs, nyissuk csak ki. Ezt akar is, de jó, fia, csak kell, valamit kezdjél magaddal. Most meg... Mi lenne, hogyha te ezt most megcsinálnád? Javítsd meg. Na most kiviszi oda. Na, ügyes vagy, nagyon rossz vagy. Jó, akkor főzzünk valamit. Hozzá ételt Tomszínnek. Na, így is lehet. Jó, csirkefalatokat. Hát akkor nem is kell nagyon főzni. Megcsináltad? Oké, akkor mehetsz aludni. Ó, meg éhes, meg beszélgetni kellene. Inkább aludjál, jobban járunk. Aha, ja most ide fogod tenni? Mikrózi, jó, aha. Oké, jó, jó is a mikróskaja, persze. A gyereknek. Aha. Jó, azt nézem, hogy van-e itt halak, vagy nincs. Úgy látom, hogy nem tettünk, majd lehet, hogy ide se ártadom majd tenni valami halacskákat. Jó, hogy te is éhes vagy, hát... Patrik, Patrik, nem tudom, minek volt telefonja, aludjál. Aha, ráteszi a székre. Aha, jó van. És akkor a gyereket is beleteszed? Na gyere, tedd ide akkor a gyereket is. Jó, és akkor utána ezt akar is fel. Amúgy itt is volt kaja. Állatos keksz. Miért nem ette meg a gyerek? Minden baja van. Ó, de mérges. Szórakoztatni kell. Csinálja a rumlit. Persze, csinálja a rumlit. Na, hogy kived? Menj, takarítsad föl. Aj. Na, jó van, eszik már. Kicsit vele is foglalkozzunk. Állatorvosi kényeztetést. Jó, akadunk egy ilyet. Úristen, de koszos ez a gyerek! Jesszum, Pepi! Legyen egy kis szeretet. Dicsérd meg. Na, dicsérjed! Te meg rossz vagy. Keljen fel, akkor be fog aludni? Ja, és nincs fürdő, de van fürdőkádunk. Na, fürdessük meg ezt a gyereket.
Akkor kell mennie dolgoznia. 2 nap múlva. Na. Na, fölkelt a gyerek. Nem. Akkor öleld meg, és akkor hátha utána jobban el tudod vinni. Ez a kiszedés. Úristen, de koszos. Nem akartok menni fürödni esetleg? Persze pisilnie is kell neki. Nem értem. Hát igen, vannak ilyen dolgok, amiket így nem tudok mihez fogni, hogy kibejárkálnak és nem csinálnak semmit. És megöleli, és most elviszi fürdödni? Nem, valamiért nem akarja ide fürdetni. Na, na. Hogy viszi még így is szegény? Jól van, megfürdeted. Ugye nem fogod letenni? Aha. Jó, lehet a káddal van baj, úgyhogy ezt mindjárt kicseréljük. Gyerekcentrikusabbra ezt a kádat. Gyanítom, hogy ez lesz a gond. Miért tegyünk? Tök mindegy amúgy. Jól van, nem, lehet nem tudott letérdelni. Nem volt hely. Milyen jó a szivacsa. Igen, állatos szivacs. Jó van. Na nézzük te meg, hogy csinálod a kaját. Nektek ugye nem kell adni enni, nem. Ezek ilyen díszhalak, ők nem esznek, nem isznak, vagy nem isznak, igen. Ott van nekik vízük. Na miért csináltál? 2. szint, ó, jó lesz ez. Ó, csodálatosat csinált. Na hát, akkor egyél. Jó, akkor gyere csak veled. Rakjunk csak ide. Valami... Nem tudom, ezek mik, de meglátjuk. Ó, még azt, ezeket is össze kéne szedni, itt is rendet kéne tenni. Ó, de szépek! Megtisztítjuk a vizet, vagy mi ez? Játszhatsz is velük utána. Aha, valamit beleszórt. Lehet megtisztult tőle a víz. Ó, de szépek. Na, most tök jól eljátszik velük. Na, sül a torta? Wow! Na, tedd le. Tudtam, nem mertem volna fogadni, hogy az oda fogja tenni. Csak baromira nem jó helyre tetted. Na.
Ők még repülni is tudnak. Az igen. Jó, most mindjárt majd szület. Oké, és akkor gyere ide. Fújd el a gyertyát. Fújj el a gyertyát. Itt valakinek magyarázik. Na, nézzük. Remélem ez a csini ruhád megmarad. Oké, és... Na jó, ennek öröm... Nem játszol, nehogy játszol. Ennek örömére elmentek egy kis ecsepetjére. Jó, ezt meg betesszük szépen a hűtőbe. Aztán majd utána lesz egy kis... Más is. Legalább fölmegy neked is ez a közösségi pontod. Ugye? Reméljük. Téged kihív. Mermaid Szek étterembe. Nem. Nem megyünk, mert akkor itten abban marad a dolog. Még a végén nem fog számítani. Jó, inkább tudod mit? Inkább gyomláljál, aztán öntöz meg őket. Te, úgyis te vagy a kertész. Na nézzük neked, mit kell csinálni. Aha, nektek meg elmész edzeni, ha már ennyire jól vagy. Ja, persze előtte vécéznie kell, hát... A gyerek alszik, csak addig... Ú, még össze kéne szedni, vagy el kéne adni a terméseket is. Ú, most a... Nagyon nincs jó állapotban ez a... Lehet, hogy kéne neki megadni valami... lovettát. Van pénzünk, úgyhogy adunk neki. Ilyen sokat fogunk adni. Reméljük, hogy ettől jobb lesz. És akkor gyorsabban fognak minket előléptetni. Hatos, általános gyakornokok leszünk, hogyha megyünk dolgozni, vagy megy. 19 óra múlva meg kell mennie dolgozni. Ó, nagyon jó, szuper. Ó, ezt lehet fejleszteni is lehetne, aha. Mást. Más nem csillog. Na, elindultál futni? Nagyszerű. Gondoltam, hogy kb. Így ennyi elég is volt neked. Jó, akkor... menjél még kocogni? Nagyon hamar abba hagyja, unja a futás, hogy miért? Partizni szeretne. Hát nem fogsz partizni. Ó, milyen jó, ezt ide raktuk, de ez pont fordva kellett volna szerintem. Emma oldalra kellett volna tenni. Bejárathoz. Már megint. Figyelj! Nem vagy egy nagy futóbajnok, állj már meg. Na, feszegesd a határokat. Ó, most adott neki? Szuper, nagyon jó. Meleged van. Jó, hát van nektek. Itten. Hova mész? Pohár vizet inni. Jó, majd ihatsz utána. Megcsináltad egyébként? Nem, hát persze, hogy nem. Mindet eladjad, és... Hol volt? És gyomlált ki is őket. Jó, ezt meg kapcsolt ki.
Figyelnem kell közben, hogy nehogy álmos legyen. Kell valahogy mennünk. Összpontosítólag kell menni. Aha. Összpontosítónak. Aha. Lehet, ha meditál, akkor összpontosító lesz. Na. Fogadjuk már, ki van bukva. Melege van. Aha. Na, még egyet fussá. Még egyet, Patrik. Aztán oké is lesz. Menjél még kocogni. Tudom, hogy meleg van, de kibírod még te ezt. Még egyszer. Mert szerintem mindjárt menni is kell dolgoznia. 16 óra múlva. Ó, a 4-es szintet elérte. Szuper. 16 óra. Na. Kifutja magát, és szuper lesz, jó lesz. De hogy átfutott? De miért futnak át a szobán? És a gyerek meddig alszik? Jó, hát aludjon, addig jó, még alszik. Hisztigép. Úristen, nagyon hisztis. Hát nekem még gyerekek ilyen, nem volt ilyen hisztis. Ha felvillanyozott lesz így. Jó, csak kíváncsi vagyok, hogy melyiket kell majd póz. Nézzük csak az elme koncentráció, gyere! Ó, eltűntek az ablakok. Nem mindjárt visszarakom őket. Várjátok, visszarakom, mert ez direkt úgy a jó, hogy így nem jó, hogyha nincsenek ablakok. Legalább ki tudsz látni. Hát ez se. Na jó van. Akkor maradunk a sakkozásnál. Nem kell, hogy átjöjjön most. Na. Oké. Okay. Na, te gyerek, hova mész? Mikor kezdjük ott, hogy... Megy a halakhoz. Na, nézzük, milyen kaja van, kivesszük neki. Na itt a kajád, amit nem ettél meg, mert nem tudom földre tenni, de... Gyerek, te, itt van. Ja, meg lehet, hogy tényleg nem tettem neki játékot, és attól egy kicsit eléggé feszült. Aha. Na, mindjárt teszek ennek a gyereknek játékot. Ó, mi lenne, ha tennék egy ilyen állatot, hogy nem csak ezt mindjárt elveszem minden, mert úgy csalszik rajta. Hogy miért a indulatait ki tudja rajta élni. És akkor gondoltam még, veszek neki egy robotot most. Egy robottal csak el tud játszani. Oké. Okay. Tényleg van neki bilie? Lehet, hogy bilit se vettem. Fú, ilyen szörnyeset fog kapni, mert... Espinoff, Lenfa? Mi?
Hoppá. Na, Tomot elküldték a napközibe. Nagyon jó, hátad rendet csinálnak neki. Nem hozzuk ide. Te keményen dolgozzál, hogy jó legyél. Te meg gyere, azt gyógyítsad a betegeket, mert ez így nem lesz jó. Először is beteg vizsgálat. Vegyünk mintát. Ú, de már látom gőzfejűség. Én már ezt tudom. Elviszünk utána a röggenbe. A röggeny után. Na. Röntgen. Miért nem? Miért várnak vissza Kamillát? Vagy mi van? Visszavegyek a munkábát. Itt vagyunk a munkában. Komoly ez a szint. Teljesen be van gágyulva. Jó, akkor vizsgáljuk meg a füleit. Na nézzük, milyen diagnózist tudnánk felállítani. Itt van, közfejűség. Mi ezt tudjuk? Ez így van. Mi ezt tudjuk már is? Bizonyám, mert ennyire jó a... Jó orvos a Kamilla. Na, ez Turi lesz. Aztán elküldöm pipilni. Egyre gyorsabban gyógyít, tök jó. Remélem ez számított. Egy, igen. Oké, még kettőt meg kell gyógyítani gyorsan. Oké, mennyi pisil. Na, nézzünk egy másik pacienst. Aha, itt van, itt vannak, jó. Aha, hát ezt nem is tudom. Sárga a keze, vagy kesztyű van rajta? Shambona? Jó, téged akkor elviszünk állóképesség tesztre, bár fogalmam sincs, hogy a diagnózishoz mi a köze van az állóképességnek, de majd kiderül. Na, a Tom már besárgult, úgyhogy az óvodában megetetik, megitatják, úgyhogy már elvinni nem fogják. Minket meg remélem előléptetnek. Hát, nem szégyellős a nénike. Hú, ez kész is. Szuper. Hát nem csodálom, hogy nem tudott semmi következtetést levonni az a tesztből. Hát én se tudtam volna. Na nézzük meg a füleidet. Jó, vizsgáld meg a szemeit. Diagnosztizáljuk már le. Mondjuk tripla fenyegetés. Tripla fenyegetés. Oké, és gyógyítsuk is meg. Ó, ez megint műtéti beavatkozás lesz. Jajaj. Jajaj. Jaj, kezelni is kell sikeresen. Jaj, ez így nem lesz jó. Jaj, akkor lehet, hogy ezt nem szabad még egyszer választani. Úgyhogy elküldtem pisilni. Ja, de már amúgy teljesen tele van. Hát
Ezt még gyakorolni kell egyébként, szerintem, de... Hát... Nem volt sikeres a kezelés, úgyhogy... megyünk a következő pacienshez, hát ha ő... Nézzük... beteg vizsgálat... küldjünk el röggenre. És benn maradunk sokáig. Kár, hogy... Ó, előléptették. Na, Patrick azért ez halad előre. Tom vissza. Jó van, akkor vigyázz Tomra. Meddig nézegeti már? Nézzük meg még a füleit. Na mi mérjük meg a lázát még azért, mielőtt bármi következtetés levonnánk. Ezzel húzzátok az időt, hogy itt telik az idő, de nem csász semmit. Jó, láma influenzás leszel. Remélem ez jó lesz. Mit kell csinálni? Jaj, jó. Csak egy védőoltás. Az jó lesz. Azok jók. Oké. Kettő akkor megvan. Igen. Már akkor még gyorsan kéne még egy. Csak nem tudom, hogy hogy fogom ezt tudni. Ez pukizik ez a gyerek. Küldje röggenbe a Chelsea-t akkor. Nem akar menni a gyerek. Hát, ha még egy röggen meg tudnánk csinálni. Úgy látszik, akik röggenezünk, azoknak általában mindig. De hát nem lesz rá elég idő. Olyan sokáig röggenezik. Meg itt állnak. Komolyan, ettől fölmegy az agyvizem. Hát azt lehet, hogy ezt most nem fogjuk tudni behozni. És holnap meg ráadásul szabad napja lesz. És most már a kiválónál is... Aj, a teljesítménye. Pedig még túlórázunk is, és így se kiváló. Mi lenne, ha gyors lediagnosztizálnánk? Mennyi van még? 3 perc. Hát ennek annyi. Lediagnoszt, gőzfejű vagy, az kész. Na. Hát nem. Hát nem léptették elő. Jó, akkor még befizetem vele a számlákat, mielőtt lekapcsolják az áramot. Megnézem, Patrikkal mi újság van, de... Szegény ott áll az ajtóba, mindjárt jönnek a szülők nyugi... De itt van már apád, akkor miért nem mész oda? Elkábult. Belecsapott a villám. Jó, akkor gyere csak ide. Akkor is fizes ki.
Komolyan, ezt a Kamillát, ezt az ág is húzza. Ahogy szokták mondani. Nem egy szerencsés csaj, ez a kult, ad is, meg elvesz is. Gyere, tusoljál le. De úgy látom, hogy a kisgyereket, a Tomot azt helyre rakták. Okay. De szerintem akkor ezt hagyom is így. Köszönöm szépen, hogyha ezt a részt megnéztétek. Sziasztok!